Két fát került. Más szellem óvja csáp gyümölcseit. Salállal hal meg, aki élvezi. Miért szebb a két fa, mint más? Miért épp ez tilalmas? Hát, miért kék az ég? Miért zöld a liget? Elég, hogy úgy van. Üdvözd légy, szellemtestvér! Nem tudtam, hogy van ember még kívülünk. Ho-ho-ho! Nagyon sok van még, mit nem tudsz, és nem is fogsz tudni. Vagy a Jámbor Agg azért teremtett volna a porondból, hogy a világot ossza meg veled? Te őt dicséred, ő téged kitart. Megmondja, védj ebből, s félj amattól, óv és vezet, mint gyapjas állatot, hogy eszmélj, szükséged nem is lehet. Hogy eszméljek? S nem eszmélnék-e hát? Nem érzem-e az áldó napsugárt, a létezésnek édes örömét, és Istennek végtelen kegyét, ki engemet tűn e föld istenévé? Azt tartja tán az a kis féreg is, mely a gyümölcsöt eszi el előled. Avagy mit tesz nemesbé tégedet? Igen, tán volna egy a gondolat, mely öntudatlan szűdben dermedez. Ez nagykorúvá tenne, önerődre bízván, hogy válasz jó és rossz között, hogy önmagad intézzed sorsodat, s a gondviselettől felmentene. De trágya féregültán jobb neked tenyészni kisköröднек lágyolében, s tudás nélkül elfogyni életeddel. Nagy dolgokat mondsz. Szédülök belé. Szép, s új dolgokat mondsz. De a tudás nem volna még elég, hogy testesüljön nagyszerű művekben, a halhatatlanság is kellene. Mit képes tenni az arasznyi lét? E két fa rejti minden birtokot, s ettől tiltott el, aki alkotott. Ember, vigyázz! A szilgaljakat ráz, e két fa az enyém! Ki vagy tehát te? Hisz olyannak tűnsz fel, mint mi vagyunk. A szellemország látköröd kívül van. És ember az, mi legmagasabb neked. Az ebnek is ebb legfőbb ideálja, és megtisztel, hogyha társaul fogad, de éppen úgy, miként te őt lenézed, és állsz felette végzet egyanánt, épp úgy tekintünk rátok mi alá. A szellemország büszke részesi. Miért nem maradtál hát a fényes égben? E porvilágra miért jövél közénk? Küzdést kívánok! Diszharmóniát, mely új erőt szül, új világot ad. Hol a lélek magában nagy lehet, hová ki bátor, az velem jöhet! Megmondta Isten, hogy büntetni fog, ha más utat választunk, mit kitűzött. Miért büntetne? Hisz ha az utat kitűzte, melyen, hogy menjünk kívánja, egyúttal olyanná is alkotott, hogy vétkes hajlam másfelé ne vonjon. Ha meg a bűn szintén tervében áll... Lám,
megjelent az első bölcselő. Nagy sor jövend után a szép húgom, mely millió úton ezt vitatja újra, de révbe egy se ér. Hát hagyjatok fel az okoskodással, a tett halála az okoskodás. Megátkozá az úr, te csak szakíts! Jöjjön reánk, minek ránk jőni kell! Legyünk tudók, mint Isten! S e felett örökké ifjak! Erre csak! A halhatatlanságnak fájó ez! Siessetek hát! Ádám! Ádám! Elhagytál engemet! Elhagylak én is! Lásd, mit érsz magadban! Csüggettek? Korán se hidd! Csak ébredésem borzongása ez. El innen, hölgyem, bárhová, el! Idegen már, s kietlen ez a hely.